szívmelengető, színvonalas műsor várta a Pancsvai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületbe ellátogató vendégeket. Évadzáró műsort tartottak június 26-án az Egyesület székházában. A Pancsován élő maroknyi magyar nagy lelkesedéssel ápolja a hagyományokat, a nyelvet, a kultúrát. Többek között a kitartó munka, az összefogás eredménye az, amit láthatott a közönség. Hát mindenféleképpen a sok munka, a mindennapi. Sajnos nem volt szerencsénk az utolsó 2-3 évben, ugye a járvány véget, és el is volt halva, nem is tudtunk összegyülekedni. De csak is csináltuk valamennyit itt az otthonban, valamennyit otthon az otthonban, ez összbe jött. Nagyon hálások vagyunk, főleg Samunak és Máriának, kis Samunak és Máriának, mert neki köszönhetően jött létre ez a program. Köszönjük a Tamási Áron Magyar Művelődési Egyesületnek is, hogy eljöttek Hertelendről és belesegítettek a programba. A műsorban felléptek a Pántlika énekcsoport, a Vegyes Népdalkör, a Csörömpölő Zenekar, Kemény Mária népdalénekessel, Győr Fillára, bukovinai székely népmesével mutatkozott be. Az évad záró műsor vendégei a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület ifjúsági hagyományőrző néptáncsoportja és az Aprócska gyermektáncsoportja volt. Most nekünk lesz egy egész estéli program, úgy mondjam, vagyis egész napi, meg estéli, mert már reggel jött a zenekar, ők próbáltak párhuzamosan jó néhány óra hosszát, most folytatjuk egy táncestel, akkor lesz egy hagyományos kóstoló zsíros kenyér, hát bort is kóstolunk mellette. A házigazda nevében Rantz Károly, az Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és köszönő okleveleket adott át az Egyesület oszlopos tagjainak, akik évtizedeken át a magyar kultúra érdekeit szolgálják, akik szívvel, lélekkel kiemelkedően sokat dolgoztak a hagyományok megőrzéséért, továbbadásáért. Kinyílt, kinyílt a bőkásdi rózsá, ne sírjál, jó anyám, hogy fiát katona. A kis madár a párjáért, édesanyja a fiáért. Kemény Mária neve nem csak vajdaságban, hanem határon túl is már ismert, csengő, gyönyörű hangjáról. Most is megmutatta, hogyan kell énekelni a magyar népdalt szívből. Elsősorban ez a támogatás, mert támogatnak a Kultúra Egyesületből. Támogattuk egymást, mert ezt szeretetből csináljuk, és mi nagyon sokat köszönjük a Csóri Sándor alapnak a támogatást, mert az nélkül nem lenne ez a műsor se. És én nagyon köszönöm a lányoknak is, mely a mai világban itt Pancsován tényleg valahogy ez a néphagyomány kezdett veszni el, szóval ez a lényeg, hogy ne veszjen el, hogy szeressük, hogy ápoljuk, hogy mi legyünk a része ennek a hagyománynak. A népdalénekesek szívvel, lélekkel járnak olyan megméretetésekre, ahol anyanyelvükön saját örökségükből adhatnak át a többi magyarnak. Hát ezek a díjak szerintem, és ezek a vetélkedők nekünk egy új utat mutattak. Szóval mindig, mikor kapjuk a zsűrű véleményét, mindig kapjuk a támogatást avval, hogy ők értékelnek minket, hogy megmondják, hogy mi jó volt, mi nem volt jó. Az nekünk egy nagy segítség, mert tudjuk, hogy csináljuk tovább. Szóval én nagyon örülök, mikor vannak ilyen vetélkedők. Igen, hogy eleinte nem, mert nem, a népzene nem az a lényeg, hogy most valaki kimenjen és 3 perc alatt elénekelje. Szóval a népzene sokkal több, szóval, de mi
ezeken is járunk, mert mondom, akkor így tudjuk, hogy jó úton vagyunk, vagy mondom, megmondják a véleményüket, utasítnak, és én tényleg hálás vagyok. És szeretném megköszönni még a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek, hogy ők tavaly, és az idén is sajnos én nem bírtam eljutni, de tavaly voltam ilyen karvezetőknek, ilyen szeminár volt, szóval sokat segítettek nekünk, aki ezt tehát mind én ilyen amatőr szinten csinálunk, szóval szeretetből, de mégis nem ez a szakmám. Sokat-sokat tanultam a kiváló a tanároktól, akik Magyarországról is jöttek, hogy segítsenek nekünk, hogy adjanak tanácsot, hogy tovább is ott csináljuk ezt a munkát. Szóval van itt Vajdaságban sok támogatás, sok ember segít minket. A pancsvai rendezvény a Csóri Sándor alap támogatásával valósult meg.